Szűrőbusz Barabáson térítésmentes vizsgálatokat szervez országszerte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Betakarítás, már szedik a dohányt a földeken, a közepesnél jobbnak látszik az idei termés. Diákhitel, az eddigi két konstrukció után idén jön a harmadik is, amelyet a nyelvtanulásra lehet majd fordítani. Térítésmentes szűrővizsgálatokat szervez országszerte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szűrőbuszok első Szabolcs megyei állomása kedden Barabás településen volt. A központ célja a programmal, hogy csökkenjen a megbetegedések száma hazánkban, és minél többen járjanak szűrővizsgálatokra, mivel a prevenció minden esetben hatásosabb, mint a már kialakult betegségek kezelése. Itt a határmenti Barabáson volt először lehetősége a helyieknek kipróbálni az egészségügyi szűrőbuszokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erre az országjáró programra azért is volt szükség, mert hazánkban is az látszik, mint minden fejlett országban, hogy a 65 év alatti, vagyis a korai halálozások kétharmadának a hátterében a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek állnak. A buszokon szájüregirák, bőrrák és méhnyakrák szűréseket végeztek a szakemberek, de egészségi állapot felmérésen és életmód tanácsadáson is részt vehettek a helyiek. Az intézetünknek jelen pillanatban összesen 10 darab általános szűrőbusza van, ezekkel járjuk az országot. Az elsődleges cél azon településeknek az elérése, amik 3000 fő lélekszám alattiak, és távol vannak az egészségügyi ellátóközpontokból, ezért is a neve a helybe visszük a szűrővizsgálatokat. Barabáshoz a legközelebbi egészségügyi központ Vásárosnaményban működik, a két település közötti távolság több mint 20 kilométer. A szűrőbuszokat nem egy kampányszerű programként indították, szeretnének idővel mindenhova eljutni. A keddi rendezvényen a szakemberek az elsődleges prevenció fontosságát hangsúlyozták, ez a megelőzést jelenti, ez lenne a legfontosabb mindenki számára. Ez az egészséges életmódot, helyes táplálkozást, sportolást, illetve a szűrővizsgálatokat is takarja. A szűrőbuszos program a másodlagos prevencióról szól. Ebben a fázisban olyan állapotban próbálják diagnosztizálni a betegségeket, amikor még tünetmentesek. Így biztosíthatják a korai kezelést, illetve a megfelelő betegutakat. A megelőzés és a szűrés az nagyon sok mindenre kiterjed, és ugye szájüregi szűrés, az ott lévő elváltozások, nőgyógyászati szűrések, hasi elváltozások, különösen a bélrendszernek a malignus betegségek iránti szűrése, ez mind-mind olyan terület, ahol nagyon nagy előrelépése van szükség, mert az egészségügy az egy rettenetes nagy poliphálózat tulajdonképpen, ami, hogyha megnézzük az emberek hétköznapjait, mindenkinek még a családjába beszűrődik. És olyan anyagi és finanszírozási terhet jelent egy országnak, amiből nagyon nehéz kibújni. Mind anyagi, mind egészségi szempontból ezért tulajdonképpen egyre lefelé tolja minden fejlett ország a megelőzési szintet. Tehát, hogy nagyon korán, vagy megelőzve, vagy a kialakult betegséget nagyon korán felismerve kezelve, ez a legolcsóbb, ez a legjobb mindenkinek, mert meggyógyítható a betegség. A prevenciós programhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház is csatlakozott. Minden egészségügyi intézménynek nagyon fontos funkciója és feladata az, hogy minden ilyen úgynevezett primer prevenciós lehetőséget támogasson. Intézményünk is, amikor felkérést kaptunk arra, hogy indul ez a program, akkor mi nagyon örömmel beszálltunk ebbe a dologba, ugyanis intézmény, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban a tavalyi évben már elindítottunk 6 darab úgynevezett megyében lévő egészségfejlesztési irodát. Ezeknek az irodáknak szintén az a céljuk, ugye, hogy a halálozást, megbetegedések számát csökkentsék, hisz nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen, akár a daganatos halálozás, mennyire rossz helyen vagyunk Európa és világviszonylatban is. Az egészségkultúra tekintetében hazánk még mindig el van maradva más európai országokhoz képest. Sokan élnek mozgásszegény életmódot, nem járnak rendszeresen orvoshoz és nem figyelnek a táplálkozásukra sem. Vannak, akik egész életükben, mások csak egy bizonyos kor felett. Pedig ezekre odafigyelve számos betegség is megelőzhető lenne, hangzott el Barabáson.
Néhány hete megkezdődött a dohánybetakarítás időszaka, amely általában szeptember végéig, október közepéig tart. Az időjárás miatt ennél a növénynél is vannak problémák a mennyiséggel és a minőséggel, de az eddigiek alapján a közepesnél jobbnak látszik az idei termés. Aszály után sok eső, nagy hideg, böjtiszelek, szélsőséges arcát mutatta idén az időjárás, ami számos növény termésére rányomta bélyegét. Nem volt kivétel ez alul a dohány sem, ami megyénkben itt sokaknak okozhatott problémát, az országos termés 90%-át ugyanis itt termelik meg. Május végétől azonban szépen fejlődtek az ültetvények, a betakarítás pedig július második felében el is kezdődött, de mivel még nagyon az elején vagyunk, hosszú távú következtetéseket egyelőre nem lehet levonni a terméssel kapcsolatban. Az eddig megszárított dohányok és az a szárítóban már belerakott dohányok állapotát, állagát figyelve engedékenyen száradnak, ebből következik, hogy a minőség az várhatóan javulni fog. Mondjuk az elmúlt évi terméshez képest az nem lesz nehéz, mert az elmúlt évben nagyon gyalázatosan alacsony mennyiség és minőségű termést tudtunk betakarítani, de egy jó közepes esztendőre úgy gondolom, úgy a mennyiség, mint a minőség vonatkozásában a jelen állások szerint számíthatunk. Az átlagos terméshozam idén hektáronként mintegy 14 mása. Az e fölötti mennyiség már a prémium kategóriába tartozik. A betakarításban nehezíti a termelők dolgát, hogy bár javult a helyzet tavalyhoz képest, még mindig nem áll rendelkezésükre elegendő kézi munkaerő. Egyre csökken azoknak a száma, aki ezt a fajta munkát elvállalja, és sokan azért csökkentik a területet, hogy már nem tudnak megbírkozni egy-egy településre, ilyen tájegységekre is le lehetne jellemzően bontani, és elfogynak onnan ezek az emberek, akik ezt a munkát végzik. Ez egy jó melegbe kell csinálni, koszosnak mondható munka, szóval amikor csinálni kell, ezt is csinálni kell, meg mikor megérett, akkor azok, abban az időszakban le kell azokat a leveleket szedni, szóval nem tűrhalasztást. Szeptember végére, október közepére fejeződhet be a betakarítás, de az időjárás még keresztül húzhatja a számításokat. Egy asszályos időszak például könnyen tönkre teheti az ültetvényeket. A leszedett dohány egyik elsődleges felvásárlója egyébként a nyíregyházi székhelyű ULT Magyarország, amely aztán olaszországi üzemeibe szállítja ki az általa átvett termést. A másik pedig egy szolnoki cég, amely a felvásárolt dohány nagyjából 90%-át itthon értékesíti. Évről évre egyre többen igényelnek diákhitelt. A diákhitel egyet 2001 óta több mint 400 ezeren kérték. Az eddigi két forma után idén megjelenik a diákhitel 3 is, amelyet nyelvtanulásra lehet majd fordítani. A visszafizetés egyébként jól alakul az igénylők körében, csupán 1% a bedőlt hitelek aránya. Sok fiatalnak okozott boldog pillanatokat a két héttel ezelőtti ponthatárhúzás. Többekben közülük ugyanakkor rögtön kérdések merültek fel, mivel finanszírozzák majd felsőoktatási tanulmányaikat. Számukra lehet megoldás a diákhitel valamelyik konstrukciója. Azoknak, akik október közepéig a kért összeghez szeretnének jutni, szeptember 15-ig kell benyújtaniuk igénylésüket, azonban december közepéig visszamenőleg is van mód igényelni. Felvételekor a hitel visszafizetésére is előre gondolni kell. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, javult a törlesztési morál. Talán pont azért nagyon magas a rendben fizetők aránya, és nagyon-nagyon alacsony a bedőlt hitelek aránya, tehát 1% körül van egyébként azon hallgatók aránya, akinek későbbében problémát okoz a diploma megszerzése után a hitel visszafizetése. Mert egyrészt rendkívül kedvezők a körülmények, tehát a kamat, meg a visszafizetési lehetőségek, másrészt pedig utóbbi 3 évben látunk egy kb. 30%-os bruttó béremelkedést a piacon, és azt látjuk, hogy eddig átlagosan 7 év alatt fizették vissza a diákok a hiteleket, ez folyamatosan csökkent. Tehát ahogy nőnek a fizetések, ahogy csökken a munkanélküliség aránya Magyarországon, ugye rekord alacsony mértéket ölt az is, egyértelműen egyre gyorsabban és könnyedebben fizetik vissza a hallgatók. A tavaly január óta létező a képzésdíjára költhető diákhitel 2-t idén is kamatmentesen igényelhetik az önköltséges képzésben részvevő hallgatók. Ennek az összege nincs maximalizálva, vagyis a hitelmértéke a képzésdíjához igazodik. A 2001 óta elérhető szabad felhasználású diákhitel egy pedig soha ilyen alacsony,
1,99%-os kamattal nyújt segítséget a hallgatóknak, akik havi 70 ezer forintot is kérhetnek, ami fél évenként összesen 350 ezer forintot jelent. Aki külföldön tanul, a dupláját is megkaphatja. Kutatások alapján a diákhitel egyigénylőinek nagyjából fele a lakhatásra költi a pénzt, 25%-uk nyelvtanulásra, informatikai eszközökre, míg szintén negyedük egyéb kiadásokra. Az eddigi két konstrukció után idejön a nyelvtanulásra fordítható diákhitel 3 is. Ez szintén egy szabad felhasználású hitel igazából, de a célja az, hogy az több tízezer diák, aki a piacon van, akik elvégezték az egyetemet, de nem tudtak diplomázni, mert nem felelnek meg a nyelvvizsga előírásoknak, ők segítséget kapjanak és megszerezzék a szükséges nyelvtanulást, nyelvvizsgát, és megkaphassák a diplomájukat. De egyébként ez az aktív hallgatókat is érinti, tehát bárki, aki aktív vagy volt hallgató, az igénybe veheti. Ez egy 500 forintos keretösszeg, a diákhitel egynek a kamatával 1,99-re kamatozik, de abban a pillanatban, hogy leteszi valaki a nyelvvizsgát sikeresen, akkor 0%-os kamatozásúra válik, és 5 éven belül kell visszafizetni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagy lehetőség lesz a volt és a jelenlegi hallgatóknak. Az igénylők száma folyamatosan növekszik, bár több éves tapasztalatok csak a diákhitel egy esetében vannak. Ezt évente több mint 10 000-en kérik, az elmúlt 18 évben pedig 400 000-nél is többen vették igénybe. Hitelbírálat fedezet egyikhez sem szükséges, csak a felsőoktatási jog viszont kell igazolni. Mint a vezérigazgató elmondta, a diákhitelközpont senkire sem akar hitelt ráerőltetni, csupán azt kéri a hallgatóktól, vizsgálják meg a lehetőségeiket. A szövetségben Nyíregyházáért célja, hogy a város fejlesztéseit a lakosság igényei alapján szakbizottságok segítségével valósítsák meg, hangzott el az egyesülés keddi sajtótájékoztatóján. Az egész városban, így a 11-es körzetben, vagyis a kertvárosban is felülvizsgálnák a közvilágítást, és a demográfiai változásoknak megfelelően alakítanák át a buszmenetrendet. A településrész képviselőjelöltje Póka Imre kiemelte, továbbra sincs bankautomata a kertvárosban. Az itt található 82 utca is felújításra szorul kisebb-nagyobb mértékben, és a csapadékvíz elvezetés is nagy problémát jelent. Egyetlen egy 82-es csatornánk hivatott elvezetni ezt a hatalmas vízmennyiséget. Át kell néznünk a csapadékvíz problémáját, az átedesztő képességét, a 82-es csatornának kiszélesítésének lehetőségét, hiszen a Legyező utcán, a Pihenő utca végén, a Fészek utcán és sorolhatnám több helyen is összefüggő csónakázó tavak alakulnak ki egy nagyobb esőzés után. Már fél távnál jár a 28. mandala nyár. Legutóbb a Lovagias ügy című zenés vígjátékot láthatta a közönség. A darab egy olyan élethelyzetet dolgozott fel, amelyet nagyon sokan átéltek már, vagy közvetlen környezetükben láttak, hallottak hasonló esetről. A következő előadás a Mandala Dalszínház saját premierje lesz pénteken, akkor a Hippolit Alakály című zenés vígjátékot láthatja a közönség. Menjen le békába! Mibe? Békába! Na hagyjon engem békében, nem megyek le magának békába. Ugyan menjen már, nem tudom. Idén januárban mutatta be a Zente Ferenc Színház a Lovagias ügy című zenés vígjátékot Koltai Róbert és Vándor Éva főszereplésével. Az eredetileg Hunyadi Sándor által írt 1935-ös tragikomédiát azóta közel 40 helyen mutatták be, mindenhol kivívva a közönség elismerését. Virág úr, régi vágású főkönyvelő, egész életét ugyanazon cég asztalánál töltötte. Precíz, megbízható munkaerő, egyetlen gyenge pontja a főnök titkárnője, Gizike. És ahogy lenni szokott, a szerelmi háromszög mindent felborít. Ha jó egy szerep, és hogyha az ember meg tudja oldani, és örömet okoz a közönségnek, akkor saját magának is örömet okoz. Tehát ugyanakkor viszont nagyon nehéz, mert mindig vannak apró vagy nagyobb döccenők, tehát a plána próbán technikai nehézségek, itt a ének, szövegek, a koreográfia, tehát mindenre kell figyelni. Egy olyan összetett, szép műfaja, zenés tragikomédia. Az ember teszi a dolgát gyanútlanul, és egy nap minden fejére hull. A darabban 10 dal csendül fel Márkus Alfréd zenéi alapján, amelyeket Verebes István dolgozott át. Ezek Darvas Ferenc élő játékával kísérve szólalnak meg a színpadon,
amelyek sokszor még drámaibbá tesznek egy-egy szituációt. A darabból azonban kiderül, a problémák nem megoldhatatlanok. Mert mégiscsak egy család vagyunk, mégiscsak összetartozunk, bármennyire is, hát igen, vannak nézeteltérések, vannak viták, vannak rossz pillanatok, vannak hiába valóságok, de mégis, ha összetart a család, ha összefogunk, és szeretjük egymást továbbra is, akkor az segít a megoldásokban és a tovább élésben. A főszereplőkkel készített hosszabb interjút és a darabból részleteket a Péntek esti Weekend című műsorunkban láthatnak. Elkezdte a felkészülést a Fátum Nyíregyháza együttese, mivel a távozó külföldi játékosok helyére új légiósok érkeznek, Hollósi László vezetőedzőnek új csapatot kell építenie. A klub vezetői kedden tájékoztatták a célokról a sajtóképviselőit. Kupagyőztesként és bajnoki ezüstérmesként zárta az előző szezont a Fátum Nyíregyháza, amely hétfőn kezdte el a felkészülést a következő idényre. Ahogyan az már megszokott, a konditeremben gyűjtik az erőt a játékosok, a klub vezetői pedig sajtótájékoztatón ismertették terveiket. Mint Hollósi László vezetőedző elmondta, a múlt sikereinek lehet örülni, de azok a jövő szempontjából már nem jelentenek semmit. Pontosabban csak annyit, hogy még jobban készülnek majd a Nyíregyháza elleni meccsekre a riválisok. Ebben a szezonban újra nekünk bizonyítani kell, hogy igenis Magyarország legjobb csapatai között vagyunk, és ezért kell minden edzésen dolgozni. Látni kell, hogy nagyon sok csapat megerősödött. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős bajnokság lesz, úgyhogy pillanatnyilag nehéz pozícionálni magunkat, hogy hova is érhetünk el. De hát mindenképp úgy gondolom, hogy föl fogjuk készíteni a lányokra arra, ugye épp a sajtótájékoztatón mondtam, hogy erre a helyzetre szerintem a legjobb kifejezés ugye Oliver Stone-nak a filmje, hogy minden héten háború. Ez erről fog szólni, tehát itt minden csapat nagyon kemény lesz, föl kell készülni minden szinten, technikai, taktikailag, mentálisan, hogy nagyon komoly mérkőzések várnak ránk. A tavalyi bajnokságban szereplő játékosok közül Tóth Fruzsina, Tóth Dalma, Lászlop Alexandra, Varga Eliza, Szabó Lili és Genezis Francesco maradt Nyíregyházán. Mellőjük érkezett az ukrán Olena Limareva Flink, a puertorikói Victoria Pilaz, a szlovák Barbara Kosekova, az amerikai Molly Lohmann, valamint a legutóbb Jászberényben szereplő Pintér Andrea. Már nagyon vártuk ugye ezt a szezon kezdetét, ilyenkor mindig a nyár után azért várjuk, hogy elkezdődjön a munka, megismerni az új játékosokat. Azért ugye számomra új igazolásként várom azt, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen munka folyik itt azért, amit már ugye hát évről évre bebizonyítottak, hogy azért elég komoly munka folyik itt ebben a csapatban. Úgyhogy én bizakodva várom, úgyhogy remélem, hogy jó kis csapat fog alakulni. A csapatmenedzser Veres Péternek is szerepe volt a keret kialakításában. A korábbi válogatott játékos jól érzi magát új szerepkörében. Mindenki pozitív eddig, és abban bízom, hogy ilyen is marad. Természetesen ez egy teljesen új munkakör számomra, de én úgy gondolom, hogy olyan jó stábtagok vannak még itt a vezetőség, hogy mivel már régóta ismerem őket, ezért én úgy gondolom, hogy elég könnyű lesz velük dolgozni. Itt az a lényeg, hogy itt úgy, mint a csapatnál, itt a stáb között is elég komoly összetartás kell, hogy legyen. Úgyhogy tényleg én csak pozitívan nézek előre, és bízom benne, hogy tényleg az együttműködés az olyan jó irányba fog menni, hogy az eredményt is fog szülni. A női röplabda bajnokság az Európa bajnokság után október második hétvégén rajtol. A nyíregyháziak végig hazai környezetben készülnek, mellette saját rendezésű és külföldi tornákon is szerepelnek majd. Egy játékos még érkezik a csapathoz, a vezetők keresik azt a röplabdázót, akivel teljes lesz a Fátum Nyíregyháza kerete. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Térítésmentes szűrővizsgálatokat szervez országszerte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A szűrőbuszok első Szabolcs megyei állomása kedden Barabás településen volt. A központ célja a programmal, hogy csökkenjen a megbetegedések száma hazánkban, és minél többen járjanak szűrővizsgálatokra, mivel a prevenció minden esetben hatásosabb, mint a már kialakult betegségek kezelése.
Néhány hete megkezdődött a dohánybetakarítás időszaka, amely általában szeptember végéig, október közepéig tart. Az időjárás miatt ennél a növénynél is vannak problémák a mennyiséggel és a minőséggel, de az eddigiek alapján a közepesnél jobbnak látszik az idei termés. A termelők dolgát ugyanakkor a betakarításhoz szükséges kézi munkaerő alacsony száma nehezíti meg. Évről évre egyre többen igényelnek diákhitelt. A diákhitel egyet 2001 óta több mint 400 ezeren kérték. Az eddigi két forma után idén megjelenik az 1,99% kamatú diákhitel 3 is, amelyet ősztől a nyelvvizsga megszerzésére lehet majd fordítani. A visszafizetés egyébként jól alakul az igénylők körében, csupán 1% a bedőlt hitelek aránya. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, augusztus 6-án kedden, friss hírekkel legközelebb szerdán várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Éjszaka változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Zápor, zivatar elszórtan előfordulhat. A déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16-18 fok között alakul. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként záporeső zivatar előfordulhat. A déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Zivatar esetén viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül valószínű. Csütörtökön és pénteken a változóan felhőségből helyenként előfordul záporeső zivatar. 1-2 fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén és a jövő hét elején jobbára derült, illetve gyengén felhős időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. Újból melegszik a levegő, országszerte hőség, kánikula várható. De a nyugati áramlással egyre melegebb levegő áramlik fölénk. A meleg fronthatás fejfájáshoz, álmatlansághoz vezethet. Gyorsabbá válhat a szívműködés, a légzés és ingadozhat a vérnyomás.